Nagyon kevés szerző vállalja nyíltan a melegségét. Most voltam Szlovéniában egy meleg műfordító táborban, direkt meleg költőket hívtak meg így Európa minden országába. És mondjuk meglepő, Szlovénia sokkal kisebb ország, és sokkal több meleg témájú könyvet fordítanak. A Szlovén Író Szövetségnek van egy direkt egy meleg könyvsorozata. Magyarországon ez egyik nagy kiadónál sincsen, és mindenki arra panaszkodik, hogy nagyon kicsi a piac, de valahogy a szlovénok egy sokkal kisebb piacra ezt sokkal tudatosabban föl tudták építeni. Két okból próbálok rejtőzködni. Az egyik az az, hogy így több ember, én mindig úgy érzem, hogy több emberhez eljut az, amit csinálok. Ha nem határolom be azt, hogy próbálok, nekem az a technikám, hogy a könyvekben a szereplőkről nem lehet tudni, hogy milyen neműek. Vagy legalábbis az egyikről lehet tudni, a másikról soha. Dilemmázok, hogy ezt érdemes egyáltalán elindítani, belefolyni egy szubkultúrába, vagy nem. És jó, akkor erről majd beszéljünk, hogy én nem tartok büszkeségi játéknak, tehát hogy azért nem fogok belemenni, mert hogy aktivistáskodjunk, hogy én most akkor meleg író vagyok, akkor vállaljuk fel, hogy vannak ilyenek, szeressük ezt, és ismertessük meg az olvasókat. De nincs ilyen? Nincs. Nincs, viszont a személyes életemben megvan, és ez meg a kettő azért akarva-akaratlan összekapcsolódik. Azt mondták nekem, hogy igen, elismerjük, hogy te közénk tartozol. Ez sokat tudott jelenteni, viszont van egy út, ahonnan el lehet indulni egyszerűen mély leszbikusból indulva is, ez pedig a nőtudat útja. És én azt gondolom, hogy egyszerűen ezt az utat járom, számomra egy kisebbségi csoporthoz tartozni, azaz a nőkhöz íróként vagy az irodalomban, ez egy kifelé vezető, egy tágabb kör, sokkal inkább, mint a meleg szubkultúrában tartozni. Tevékenységemet nézve, tehát én nem érzem azt, hogy a melegeket bárhol is előnyben részesíteném, tehát a József Attila kör is úgy működik, ugye, hogy az egy irodalmi szervezet, ami különböző társadalmi kérdésektől teljes mértékben független, és a mi feladatunk, hogy felfedezzük, illetve segítsük a fiatal alkotókat. És hát két évvel ezelőtt adtuk ki Dunajcsik Mátyásnak a kötetét, aki szintén egy meleg író, aki publikusan fölvállalja a melegségét. De ez csak egy teljes véletlen, hogy ő a JAK sorozatban jelent meg, és onnantól kezdve, hogy mi, nem csak én, hanem a többiek is őt tehetséges kezdő írónak tartják, onnantól kezdve mondjuk ez természetes volt az ő melegségétől függetlenül is, hogy segítettük, fesztiválokra küldtük. Szeretném, hogy az irodalmi centrifuga is egy női hormon lenne, ami termelődik természetesen a férfiakban is, de hát az a jó, hogyha egy megfelelő hormon koktél alakul ki az irodalmi centrifugában. Irodalomról beszélünk, nőtudatról beszélünk, feminizmusról sokkal kevesebben, viszont elfogadjuk melegek, nem melegek írásait, és rendszeresen közöljük őket. Kaligramba se én vittem be a melegséget, bár a Kaligramnak én vagyok az egyetlen nyíltan, vagy hát az egyetlen homoszexuális alkalmazottja, de a gyakorlatban a Kaligram is már rengeteg melegséggel kapcsolatos könyvet kiadott azelőtt is, hogy én oda bekerültem volna. Sőt, hát valószínűleg én is úgy kerültem be a Férfiak című kötetemmel, amiben hát azért vannak nyíltan a meleg szerelemről szóló versek, meg a homoerotikáról szóló versek, hogy pont az, hogy ők már eleve erre nyitottak voltak. És amióta én ott bent vagyok, ez kicsit úgy alakul különben, hogy pont azért, mert tudják, hogy szerkesztő vagyok, végül is egy relatíve jó nevű lapnál vagyok szerkesztő, hogy iszonyatosan sok meleg nekem küldi el az írását, csak mert azt hiszik, hogy azáltal, hogy meleg vagyok, ezzel nekik több az esélyük. Hát akkor nem irigyellek. Nagyon-nagyon sok, tehát szerintem én sokkal, de sokkal több meleg szerzőtől kapok írást, mint bármelyik másik szerkesztő, és persze, hogyha van jó írás ezek között, akkor ezt lehozzuk, és lehet, hogy ezért a Kaligramban egy fokkal több meleg írás jelenik meg, mint más folyóiratokban, de ezt mi teljes mértékben vállaljuk, és ez nem egy tudatos választás, mert tényleg mi a minőségre próbálunk rámenni. Az a helyzet, hogy kb. 10%-ra tagsáljuk a melegek arányát a társadalomban, nagyszerű lenne, hogyha a folyóiratokban, irodalmi folyóiratokban, megjelenés lehetőségekben, könyvkiadásban is lenne 10% aránya a melegeknek, és azt gondolom, hogy ez egy teljesen megfelelő dolog lenne, mindenki választhatna a érdeklődésnek megfelelő dolgok közül.